Jó estét kívánok! Karácsony előtt 5 nappal, ha még nem túl késő, 2 könyvet és 1 hanglemezt szeretnék ajánlani önöknek. A Régi Boltok Krónikája című remek új könyvet Szilágyi István írta. 20. században tervezett épületeink közül a legjobbakat pedig Pamer Nóra könyvéből ismerhetik meg. Még kapható Kovács Kriszta első nagylemeze, amelyen Gallai Péter zenéjével Fábri Péter verseit énekli. A dalok témája a főváros. Füttyös Gyuri, Szent Péter jól ismert pesti figurák és nevezetes helyszínek az elvarázsolt kastély, a Ringlispír, a Tököli út, a Hidak, a Nagykörút. Utcáink, tereink, házaink talán legértékesebb díszítőtárgyai a szobrok. Először nézzék meg azt a kettőt, amelyeket Csiszér Katalina 6. osztályos tanuló fedezett fel régi házak belsejében. Verespálné utca 35. Háborús sérüléseket viselő, homlokzati díszeitől megfosztott, aládúcolt, kopott bérház a budapesti belvárosban. Ennek a felújításra érdemes múlt századi háznak van egy értékes kincse, az aláducolások között, az udvarfalán, kis fülkében, Szent Flórián szobor. A tűzoltók védőszentjének alakján a hajdani színezés, aranyozás nyomai még láthatók. Bízunk abban, hogy a belvárost megszépítő tatarozás erre a házra is sort kerít előbb-utóbb, abban is, hogy a szobrocskát a tatarozás után látjuk majd a helyén, esetleg a mainál jobb állapotban. Jó lenne, ha a lakók vigyáznának rá, szemmel tartanák Flóriánt. Lukács utca 2, 2. kerület. A szépen karbantartott lépcsőházat kedves kis szobor díszíti. Lehet, hogy nem nagyon értékes, fő az, hogy szép. És gazdagabb tőle a ház, amelyhez tartozik. Sajnos rengeteg kisebb-nagyobb szobor tűnt el városainkból, a házak homlokzatáról, udvaráról, lépcsőházakból. Sokat elloptak, eladtak, sok pedig a nem törődömség áldozata lett. A köztéri alkotásokat általában jobban számon tartják. Sorsuk néha egészen különös. Nézzük meg együtt néhány példát most abból az alkalomból, hogy Zala György remek Erzsébet királyné szobrát ismét közterületen láthatjuk. Korábbi helye az Erzsébet híd pesti hídfőjénél volt, most pedig 33 évi számüzetés után visszakerült a fővárosba, és a budai hídfő melletti parkban állították fel. Sok szép Erzsébet királyné szobor vár hasonló rehabilitációra. Szegeden, Szekszárdon, Szentesen, Gyulán, Esztergomban, szerte az országban. Ezt a mellszobrot legutóbb Makón láttam, a múzeum raktárában. Ez a remek szobor pedig a kézművészeti főiskola kertjében várakozik. Emlékműveket minden korban állítottak az emberek, és ha változott a politika, annak a szobrok is kárvalottjai lettek. Sokszor okkal, sokszor ok nélkül bután. Nagyon kevés az olyan eset, amikor a művészeti értéket figyelembe véve az újabb kor megbocsájtotta a szobornak a politikumot, amely korábban hozzá kötődött. Régi képeket látnak régi szobrokról, olyanokról, amelyek már nincsenek meg, és még több olyanról, amelyekről általában úgy tudják elpusztult, ám mégis megvan. Sorsuk különösen alakult. A példákat Szőlősi Ágnes, a Budapest Galéria munkatársa és Rajna György segített összegyűjteni. A szobrok sokszor politizálnak, akkor is, ha nem emlékművek. Nincs meg például az első úgynevezett 0 km kő, amelyet 1932-ben állítottak fel a Clark Ádám téren. Helyére került az 50-es években a távolban néző munkás szobra,
Ezt később a 17. kerületbe költöztették, és itt Borsos Miklós ma is álló alkotása váltotta fel. A Hősök terei milleniumi, vagyis ezredéves emlékmű királyszobrai közül a Habsburg uralkodókat ábrázolók például megvannak ma is a Budapest Galéria sűsápi raktárában. Eltűnt az országos haditengerészeti emlékmű a Petőfi híd budai hídfőjéről és a Döbrentei téről Gömbös Gyula szobra, amelyet felállítása után 5 évvel robbantott fel a Marót partizán csoport. Ezeket gondolom nem sajnálja senki. Ligeti Miklós első világháborús tűzéremlékműve a Palota téren állt. A második világháború után nem javították ki sérüléseit, 1960-ban pontonták le, hogy az új dózsaszobornak helyet csináljanak. Idősebb Andrássy Gyulának, a kiegyezés miniszterelnökének szobra Zala György műve a parlament mellett volt. 1870-ben Andrássy Gyula alapította a Fővárosi Közmunkák Tanácsát, és az ő emlékének megőrzésére 1900-ban alakult szoborbizottság elnöke Podmanicki Frigyes a közmunkatanács vezetője lett. Andrássy Gyula 1890-ben hunyt el, az emlékművet 1906-ban avatták. A második világháborúban megsérült, később elpusztult. Két történelmi jeleneteket ábrázoló domborművéről semmit sem tudunk. Lehet, hogy megvannak valahol. Mint ahogy a Kossuth tér első Kossuth szoborcsoportja megvan, szétszedve, külön-külön felállítva Dombóvárott, ahogy erről korábban már beszámoltunk. Az 50-es években ugyanerre a helyre készített, az akkorikor igényeinek jobban megfelelő új Kossuth emlékmű tatarozása jelenleg folyik. Egy Tisza Kálmán, mai nevén Köztársaság téri, a 40-es évek igényeit kielégítő műképét látják, címe a Nemzeti Munka szobra. Felállították 43-ban, elpusztult 44-ben. Fülöp Elemér mintázta meg Prohászka Otto Kárt 1934-ben. 45-ben a Károlyi kertből raktárba, majd a Római Katolikus Egyház tulajdonába került. Ma Székesfehérvárott áll a róla elnevezett templom udvarán. Az eredeti emlékmű mellékalakjainak sorsa ismeretlen. Raktárban volt sokáig Bentholz tábornak is, Ligeti Miklós alkotása a szobor, amelyet 1936-ban állítottak fel a Szabadság téren. Harry Bentholz, amerikai tábornok, személyes bátorsága mentette meg a Nemzeti Múzeum kincseit 1919-ben a Tanácsköztárság leverésére érkezett intervenciós csapatok fosztogatni kész katonáitól. A szobrot nemrégen átvette az Egyesült Államok Magyarországi Nagykövetsége, és jelenleg a Zugligetben a nagyköveti rezidencia kertjében áll. Ligeti Miklós egy másik alkotása, amely 1908-ban készült, Rudolf trónörököst ábrázolja, a Városligetből raktárba, majd 1980-ban Balatonfenyvesre, az Állami Gazdaság kertjébe utazott. A lebontott hatalmas hírhedt börtön és laktanya az új épület helyén van, a Szabadság tér. És a Szabadság téren állt egy emlékmű, az új épületi vértanúk szobra. Készült 1934-ben, mestere Dózsa Farkas András volt. A felvidék visszacsatolása után 1940-ben elvitték Kassára, ahol a II. Világháború befejezése után elpusztult. Talpazata az eredeti felirattal együtt megvan, csak ma egy tál van rajta. Itt áll a televízió székház előtt a Szabadság téren, amely régebben tele volt szobrokkal. A négy égtájat szimbolizáló irredenta szobrok eltűntek. Itt állt egy bronz női akt is. Émile Guillaume, francia szobrászműve, politikai tartalmat és irredenta címet kapott akkor, amikor Lord Viscount Rattermere ajándékaként 1932-ben Magyarországra került. Így nevezték a magyar fájdalom szobra. 1945 után lebontották, 1948-ban a Margit szigetre került a Palatinus strand elé, 1960-ban újra faragták Csorba Géza szobrát, amely eredetileg a Palatinus előtt állt, de a háború alatt elpusztult. A fájdalmas anya ismét költözött, most a Sopron melletti Balf község egyik parkjában látható. Mi már nem látjuk a szobron az irredenta eredetet, legfeljebb azt, hogy ideje lenne megtisztítani. Még egy irredenta szoborról, amely ma is megvan. Baross utca, Revicki utca sarok, Szabó Ervin tér. 1929-ben állították fel ezt a szép kutat Rattermere Lord tiszteletére, az igazság latinistenőjét, Justiciát és a védelmet kereső Magyarországot jelképező kecsesnő alakot ábrázoló szobrot Szent György István mintázta.
A talpazat közepén eredetileg Lord Rottermer domborművű arcképe volt, melyet később egy Szabó Ervin portréra cseréltek. Ma egy a kút kifolyóihoz hasonló bronz rozetta van a domborművek helyén. Levésték a kutkáva feliratát is, viszont, mint látják, az ékezetek megmaradtak. Érdemes lenne a mérleget kiegészíteni, megjavítani és karbantartani a kutat. A ráruházott irredenta tartalomtól függetlenül szép, megőrzésre, gondozásra méltó alkotás. Még egy-két érdekesség. Ez itt Tisza István emlékművének képe, ez pedig Klebersberg Kunóé. A Tisza emlékmű, amely Zala György és Orbán Antal műve a Kossuth téren állt, 1945-ben lebontották. A főalak és a jobboldali csoport sorsa ismeretlen. A kőoroszlán sokáig a Tabánban volt elhelyezve, majd a teniszpályák építésekor eltűnt. Az emlékmű baloldali szoborcsoportját fölállították a Honvédelmi Minisztérium Pasaréti út Vörös Hadsereg útja közötti területén a második kerületben. Ugyanitt találtunk egy számunkra ismeretlen Zrínyi Miklóst ábrázoló szobrot is. Grantner Jenő készítette a Klebersberg emlékművet, amely az eskütéren a mai március 15-e téren állt. A háború alatt megsérült, lebontották, a főalak sorsa ismeretlen. A két mellékalak azonban megvan. Adiligeten. Külön-külön állnak új táblákat, és ezeken új elnevezéseket és új évszámot is kaptak Grantner 37-ben készült alkotásai. ...1947-ben Raoul Wallenberg svéd antifasiszta diplomata tiszteletére szobrot emeltek a Szent István Parkban. Pácai Pál alkotását röviddel ezután Debrecenbe vitték az Orvostudományi Egyetem elé. A kígyóülő férfit ábrázoló mű másolata pedig Pesten az Üllői úton látható a Radiológiai Intézet előtt, elég különös módon elhelyezve. A sokak által keresett Toldi szobor a Városligetet díszítette, a háború alatt megsérült, Toldi alakjának felső fele maradt meg, azt a Sűsápi raktárban őrzik. Ligeti Miklós Dériné szobráról, amely 1935-től állt a Horváth kertben Budán, és ilyen sérült volt az ostrom után, nincs hírem. Legfeljebb annyi, hogy kis kifestett herendi másolata porcelán bontjainkban időnként kapható. Az egykori budavári hadiszertár századfordulós lebontott barokk épületének, a Zeughausnak a kapuja megvan. Még annak idején beépítették a várfalba. A kapu tetején álló szobrok megóvásra szorulnak. A Herkules szobor, amelyet a lebontott Zeughaus ormáról a megmentett kapu közepébe állítottak, már nincsen meg. Zolnai László tanúja volt, amikor szétverték. Mai utolsó szoborhírünk pedig Búza Péter beszámolója. Leányfalun vagyunk, a Péteri villa előtt. Akik ismerik a város történetét, mármint Budapestét, tudják, hogy valamikor egy Pfeffer nevű úr jeles fürdőt alapított a mai Roosevelt téren. Ez volt a Diana fürdő. És a Péteri család azonos ezzel a Pfeffer családdal. Amikor a századfordulón lebontották az épületet, minden dísze a család tulajdonában maradt, és ide került, Leányfalura, ahol felépítették ezt a kastélynyi nyaralót. Valamit talán érdemes elmesélni a kövekről közelebbről is. A bejáratot díszítették, a Diana fürdő bejáratát, Apolló és Minerva szobrai, amelyek itt láthatók a hátam mögött. Alkotójuk Huber József, kitűnő reformkori szobrászunk, akinek egy másik alkotását Pesten, a Pest megyei tanács udvarán, Hébé szobrát bárki megtekintheti. A római kori kövek Pfeffer Ignácnak, a fürdő alapítójának művészet pártolását dicsérik, műgyűjtő hajlamait árulják el.
Összeszedte azokat a köveket, amelyeket Pest határában találtak meg a múlt század elején, és ezeket, mint egy okulásul a fürdővendégek számára, kiállította a fürdőcsarnokaiban. Három kő maradt meg ezekből, egy mérföldkő, időszámításunk után 198-ból, egy női torzó és egy oroszlán szobor. Valamikor talán a Bécsi út menti valamelyik villa kertjét díszítették, természetesen a római időkben. Meglehetősen kalandos a sorsa ezeknek a köveknek, és igazából jó lenne, ha ez a kaland véget érne. Most a Mahart tulajdonában van az épület, akik példás gondossággal megóvták, megvédték ezeket a kincseket. Amelyeket korábban Péteri úr is megóvott. Úgy van. Mégis az lenne a helyes, hogyha a római kori kövek közgyűjteménybe kerülnének. Nem lennének kitéve tovább az időjárás viszontagságainak. És azt gondolom, hogy az is helyes lenne, hogyha ez a két híres szobor visszakerülnének a városba, ahol születtek. Hát a Diana fürdő helyén most a belügyminisztérium épülete áll, ott nem nagyon van hely. Ez valóban így van, de mostanában kialakult egy szerintem üdvös szokás. A város régi szobrai visszakerülnek a városba. Nem feltétlenül oda, ahol eredetileg álltak, mert sok helyen erre már nincsen lehetőség. Ezt a megoldást ebben az esetben is választani lehetne. Idén augusztusban már szerepelt Buza Péter a műsorban, akkor az Illéskútról volt szó. Horváth Győző pedig a szeptemberi adásban a Tapolcai Tavasbarlang sorsát mesélte el. Most pedig együtt jöttünk, mert megtaláltuk Illéskútját. Ennek a műsornak egy korábbi adása kapcsán találkoztunk, és kezdtük el a kút feltárását, melyről videófelvételket is készítettünk. Lássuk! A Mező Imre buzgarás területén találtuk meg az első nyomot, annak a református imaháznak a padlatát, amely alá a források szerint a kutat elrejtették. Már tudnindik akkor, amikor a Ludovika építése miatt át kellett vezetni egy csatornán vizét nyugodalmasabb helyre. Ez 1830 körül történt, legalábbis így írja a várostörténeti irodalom. Először búvármódszerekkel próbálkoztunk, ezek a felvételek itt ebben a kútban víz alatt készültek. Később a vízfolyam vizsgálat után leszivattyúztuk a vizet, és így tudtuk megkezdeni a kút teljes feltárását. Szép régi kváderfalozású kút ez is. Polák Mihály azért építette, hogy vízzel láthassák el a munkálatokat. A kútban megtaláltuk a katolikus imaház oltárát, oltárajtaját és szobor töredékeit. Sok törmelék, iszap, agyag eltávolítás után kerültek ezek napvilágra. Itt az imaház bejáratának márvány lépcsőjét emeljük ki. Sajnos az első tájékozódási pont hamisnak bizonyult. Kiderült, hogy semmiféle csatorna nem vezet ebbe a ciszternába, ebbe a kútba, ezért azt a feltételezést el kellett vetnünk, amit a szakirodalom állít, hogy tudnék átvezették ide a vizet. Az oltártörékek mellett más háborús emléket is találtunk. Ez már az Illés utca. Újra elő kellett vennünk a térképeket, azonosítanunk a helyszíneket, és szerencsénkre sikerült olyan térképet találnunk, amelynek alapján meghatározhattuk, kimérhettük a forrás eredeti feltörési pontját a tüdőgondozó kertjében. Azt mondhatom, az is szerencse volt, hogy egy meglehetősen elhanyagolt kertrészet bemutattak a nyilak, ahol nekiállhattunk ásni. A KPVDS Vörösmetall Természetbarát Egyesület víz alatti barlangkutatói kicsit csüggedve kezdték el az ásást, vaktába úgy éreztük, de a térképek igaznak bizonyultak. Nem sokára, néhány méter ásás után megtaláltuk az első jelzőkövet, az első sárga téglát. Ezek vezettek el bennünket végül is a kútház alapfalához és ahhoz a boltozathoz, amelyet áttörve bejutottunk a kutat befoglaló térbe is. Itt láthatjuk,
A kút lejáratát bezáró márványkövet. És újra azokat a sárga padlólapokat, amelyek elvezettek a helyszínhez. Ez a kútház belső tere, és ez az Illéskútja. Ez a kút tulajdonképpen forrás, egy sekély ártézi forrás, amely oldalról, az oldalfalakról kapja a vizet. Itt ugyanúgy csörgedezik, mint ahogy az ősidőkben, reméljük, ennek a tiszta vize tovább is fog élni. A kútház alapfalait is feltártuk, ezekről fennmaradt egy régi metszet, 1803-ban készült, és ez reményt nyújt arra, hogy egy teljes rekonstrukciót lehet majd természetesen a szakemberek közreműködésével megvalósítani. Egyelőre félbe kellett hagynunk a munkát, egy kicsit az alfamozi felüli határoló kerítés is útban van, de meg kell mondjam, hogy mindenki, akivel ebben az ügyben tárgyaltunk, a legnagyobb készséggel segít, és azt hiszem ez a legfontosabb. Ez vonatkozik a terület gazdájára, a 8. kerületi tanácsra épp úgy, mint a főmóra. Itt az épület egyik sarkát látjuk. A kútházból egy alagút megy az alfamozi felé, amely korábban a Ludovika lovardája volt. Feltehetően ezen az alagúton a lovakat látták el vízzel. Tavasszal folytatjuk a feltárást, és ha minden jó megy, többek között a fővárosi vízművek segítségével, talán a rekonstrukcióhoz is.